A megszokott márciusi időpont helyett az elmúlt héten rendezték meg Kaposváron a 122. felnőtt országos úszóbajnokságot. Hosszú Katinka kihagyta az OB-t, Cseh László menet közben távozott, rajtuk kívül viszont a teljes magyar élmezőny medencébe szállt. A szigorú járványügyi protokoll betartása mellett már a jövő évi tokiói olimpia időrendjéhez igazodva délutáni előfutamokkal és délelőtti döntőkkel rendezték meg a versenyt. A nyíregyházi sportcentrumot 4 női és 2 férfi úszó képviselte. Urbin Tamás és Kovács Rita tanítványai közül Szudovcsák Ivett és Hatházi Dóra dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ők egy-egy negyedik helyet is szereztek, a Tajti Milán Szudovcsák Ivett Hatházi Dóra Ónori Gyula összetételű 4x100-as mixváltó is negyedikként ért célba, 200 méteres mellúszásban pedig Barna Bianca 8-ként zárt a döntőben. Mindenképpen szerettünk volna több éremmel hazajönni, de én úgy gondolom, hogy nem lehetünk elégedetlenek. Hát közel se volt ideális a felkészülésünk, ezt el tudjuk mondani, bár az új úszoda megnyitása sokat dobott ezen. Viszont a koronavírus több versenyzőnél közbe szólt, illetve hát az én esetemben is sajnos, és így kicsit döcögött a dolog, de úgy mondom, az összesítésben elégedettek lehetünk. A versenyszámok megcsinálása, tehát az előfutamok és a döntők fordított lebonyolítása, hát az érezhetően rányomta a bélyegét az eredményekre, ugye sok esetben a délután sikerült jobb időt úszni, délelőtt kevésbé, bár erre is volt másik példa, hogy ha Németh Nándort nézzük, aki délelőtt nem tudta megjavítani a saját országos csúcsát, amit az előző nap délután úszott, de például az Ivett 100 méter mellen tudott egyéni csúcsot úszni a döntők során is. Én azt mondom, hogy 90%-ban mindenki küszködött ezzel. Szudovcsák Ivett a 100 méteres mellúszásban szerzett bronzérmet, 50 mellen viszont lecsúszott a dobogóról, ezért maradt némi hiányérzet az úszónőben. Én elsősorban a márciusi OB-ra készültem, ugye főleg azért, mert tavaly decemberben én nyerni tudtam rövid pályán, így azt a felkészülést tudtuk folytatni. Nekem is nagyon nagy kiesés volt, mint mindenkinek ez a karantén, illetve ez a helyzet. Én próbáltam nyáron ugye úgy készülni, hogy jó formám legyen decemberre. Sajnos én is 2 hét karanténba kerültem, az nem jött jól, de szerencsére egész jól vissza tudtam hozni az erőt és a gyorsaságot. Viszonylag jó formába tudtam menni, de nem ez volt azért életem legjobb országos bajnoksága. A 100 méter mellúszásban elért időeredményemnek nagyon örülök, illetve a helyezésnek is. Általában nekem az szokott lenni a kritikus. Tudtam végre javítani, és végre tényleg 1 perc 10 másodpercen belül úsznom. Ez egy egyéni csúcs, ennek nagyon örülök. 50 mellen pedig sajnos azért csalódott vagyok, és nem feltétlenül a helyezés miatt, mert tényleg mindenki ott volt, és ez a negyedik hely is szerintem nagyon szép, viszont az időm az lehetett volna jobb, és én úgy gondolom, hogy nyerni is lehetett volna. Hatházi Dóra 200 pillangón ért harmadiként a célba. A fiatal úszónő elmondása szerint szerepelhetett volna jobban is a bajnokságon. Most is van bennem egy kis hiányérzet az utolsó nap miatt, mert ugyanis első időkvel sikerült kvalifikálnom magamat a döntőbe, és végül negyedik lettem, vagy másodperccel körülbelül rosszabbat úsztam, de ennyi volt benne, úgyhogy meg kell elégednem ezzel is. A nyíregyházi úszókra még vár egy verseny ebben az évben, a hétvégén a legkisebbektől a felnőttekkel bezárólag mintegy 50-en szállnak majd medencébe a debreceni ciklus záró viadalon.